Kicsi falu, de nekem mégis szép, elválni tőle, ez lehetetlenség. Szeretlek téged, mindannyiunk bölcsőjét, itt születtem, ennek a földnek eszem áldott kenyerét. Így kezdődött az ünnepi összejövetel Győrén. A település az elmúlt hónapokban 7 nyertes pályázatot tudhatott magáinak. Eszközbeszerzéstől elkezdve a szabadtéri fitnessparkon át, a járda és vízelvezető rendszer építéséig szinte mindenre nyert támogatást a 660 főt számláló kis település. A toppos pályázatunk, ez már a tavalyi évben, az idei év elejére nyúlott át, megvalósult, de mint mondtam, a koronavírus miatt ez tavasszal nem lehetett felavatni, így a toppos pályázatot is most avattuk, ami 3 utca csapadék vízelvezetését valósítottuk meg. Aztán lideres pályázatban nyertünk kültéri fitnessparkra 4 millió forintot, ami 1 millió forinttal megtámogattunk saját erőből is, és így megvalósult a kültéri fitnessparkunk. Aztán toppos magyarfalus pályázataink is nyertek, orvosi eszközök, védőnői eszközök és a rendelőkben felszerelések, bútorzatok. Aztán nyertünk a helyi identitástudatban rendezvényekhez eszközöket, sátrat, asztalokat, székeket, ami szintén ma került átadásra. És ami a lényeg, hogy ebben az utcában, ahol most ez az ünnepét megrendeztük, itt járdaépítésre, meg még egy utcában, járdaépítésre is nyertünk anyagtámogatást, amit egyébként a kivitelezés a saját erőből történt. A céljaink az óvoda, az a legnagyobb problémánk, ugyanis, mint említettem a beszédemben, a művelődési házunk, a játszóterünk, a temetőben a ravatalozónk, az orvosi rendelőnk, ezek mind pályázatok után az utóbbi években megvalósultak, meg önerőből. Ezek nagyon szépek. Még kihagytam, hogy a tavalyi évben az óvoda konyháját is pályázat útján felújítottuk, meg eszközökkel, új óvodai főzőeszközökkel szereltük föl, de az óvodánk az viszont már 40 éves, vagy még több, és az elég elavult a vizes blokkja, a foglalkoztató helyiségek, tehát arra a fűtési rendszer, arra nagyon ráférne egy nagy felújítás. Az a következő, ami a legnagyobb célunk. A Magyar Falu program keretein belül, valamint toppos és líderes pályázaton összesen 72,2 millió forintot nyertek. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Én azt gondolom, hogy ezek a beruházások mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a település is fejlődjön, illetve szépüljön az elmúlt időszakban. Közben a polgármester úrral, illetve az önkormányzattal már meghatároztuk nagyjából a következő beruházásokat is, illetve célokat, amiket meg kell valósítani. Ilyen az óvodának a fejlesztése. Itt még kérdéses az, hogy a mostani elég rossz állapotban lévő épületet újítsák fel, vagy pedig egy teljesen új épületet kellene építeni, és az iskola fejlesztésére is sort kell keríteni a következő időszakban. Mindez ahhoz járul hozzá, hogy ez a település fejlődjön, illetve az itt élők érezzék azt, hogy nem csak ők törődnek a házuk portájuk rendbetételével, hanem az önkormányzat és a kormány is hozzájárul ahhoz, hogy a saját településük tudjon fejlődni, mert hogyha egy nemzet fejlődéséről, egy ország fejlődéséről beszélünk, akkor nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem elsősorban arra, hogy a saját portánkat tegyük rendbe, a saját településünket karbantartsuk, illetve járuljunk ahhoz hozzá, hogy a saját családunk és lakóközösségünk, faluközösségünk minél jobban érezze magát azon a településen, ahol él.